Szevasztok srácok, illetve lányok, üdvözlök mindenkit egy olyan videóban, ami ezer éve nem volt ezen a csatornán. Évek óta a csatornán csak horror, meg para, meg borzongós videók vannak, de úgy gondoltam, hogy tudom, hogy ez fel annyi megtekintése fog elérni, mint egy horror videó, de nevetni szeretnék. Ezért most csinálni fogunk egy próbálj meg nem nevetni kihívást, mint annó a jó régi szép időkben, 2016-ban, meg 2017-ben. Viszont az a bajom az ilyen trányátodáú videókkal, hogy a régebbi ilyen videókra folyamat copyrightot kaptam, szóval lehet, hogy ebben a videóban nagyon sokszor lesz néma a hang alatta. De nézzük, reméljük nem lesz tele copyrighttal. Mammernek nem sikerült. Azért beszarnék! Úristen! Jó, most nem azon röhögök, de ez nem számított. Gondolj bele, főzöl a konyhába, azt random az ablakon, egy benéz szemtől szembe veled 2 centire egy szarvas. Jó, szóval, hogyha erdőbe laksz, akkor lehet természetes, de amúgy annyira nem. Jó, ez copyright a zenája, ez most néma csend van nálatok, mondjuk így már nem. Átérzem, barátom. Átérzem. Mi van itt, Speed? Ez azt mondta, hogy... Ne. Ne. Erre inkább nem reagálok. Az igen? Jaj, ez a csávó, jaj, ez a csávó, ez... ez tudjátok ki, akinél mindig le kell alakítani a telefont, hogyha család mellett nézitek a TikTokot. Vagy ha még nem dobta be a forró, akkor tanácsolom, hogyha ezt a csávot bedobja, halkítsátok le. Nem csak ezért esik itt. Azt már láttam. Tipik munkás cipő, vagy tesi cipő inkább. Oké, okay, eddig jó bírom. Jó, közel vagyunk a nevetéshez, de eddig azt kell mondjam, bírom. Hát a... Ez a kutya meg úgy néz ki, mint ami plüss kutya lett volna. Amikor unatkoztak a munkába. Ó, szegély, azt hiszi, ott van egy csont. Egyem a kis szívét neki. De ez se vicces. That's a goddamn no. De ott mi volt bele? Az fűszer vagy homok? Fűszer. De még kell bele ennyi fűszert rakni? Hát ez lesz utána a reakció. That's a goddamn no. Nem nevetünk. Azt a milyen tagadt az a kutya, te? Mit beszélt? Annyira nem rossz az a Lego. Az igen. Bocsánat, kicsit elragadtattam magam. De tudtam, hogy ez lesz. De tudtam, hogy... Ez megdolgozik a pénzért. Szegénynek nap végére nem sok hangja marad. She said yes. Man and wife. My little macaron baby. I can't hear you. I can't hear you. Szerintem mindenki így nézett régen Spongebobot. Bele kellett magad élni. Visszarizelt a papca! Na takarodj! Na erre nem számított senki. Dude, your shoes are kind of messed up. I touched my sock. I think you might need new shoes. No. Nem nevetek. Nem nevetek. Nem nevetünk más nyomorán se, srácok. Ezeket nem szabad nevetni.
De milyen pici az ember. Hát igen, neki könnyű felállni kéz nélkül. Asztorolt. Berizzelte a macska a gazdit. Az nem semmi. There is over 8 billion people on this earth. And you're still single. Most ez miért kell? Miért kell most ez? Pont. Hagyjuk is. A single. Nagyon vicces gyerek, vagy szétbombázom a... Ennyi. To let me go. Le kell némítani. Elmozdult a kamera. Bocsi. Amúgy csak én szoktam mindig meghagyni a szélét a pizzának. Ha még friss, akkor megeszem, de ha már ilyen 1-2 órás, akkor ott rohad el a szél, az már lehetetlen. Az nagyobbat kongott, mint a harangott a végén. És pont levágják. Billy Eilish bement a férfi WC-be. Szegényné, jaj. Nem tudtam, erre van arca, nem tudtam, erre menjen. Nézzük, milyen elveszettnek tűnt. Miért kell eltakarni az arcodat? Azt tökön lőtt... Áú! Hogy lehet így tüsszenteni? Azt tökön lőtte magát egy konfettivel? Conor McGregor meg tönkre, garajra vágta azt a gépet. Miért nem szereti a macska ezt a hangot? Miért nem szereti ezt a hangot? Most ezt például miért kéne viccesnek lennie? Tehát valaki meglátja, hogy egy vonat elmegy itt, és nevet. Most őszintén. Na, ez tényleg kemény. Kicsit szűk helyen van az a vonat. És ott kell lenni mellette. Ha lehet, nem mennék nyugodtan. Na, mennyi a számla? Na, mennyi? Ja, ó, értem, értem. Azért az előző videóhoz volt kapcsolódva. Aj, hát, hogy inkább kiugrik a vonat elé. Amúgy végül is jó, mert közel van, értitek? Tehát valami nem tetszik, hopp, csinálsz egy ilyet, azt már vége van mindennek. Szóval amúgy ebből a szempontból jó, hogy ott van a vonat. Bocsánat. Akarok egy macskát is amúgy. Már jól lehet őket csesztetni. Kutya éjesze már. Nem vicces. Eddig mennyiszer nevettem? Egyszer? Kétszer? Na igen, a tipikus. Tipikus, mindenkinek volt a suliában vagy az osztályában egy olyan gyerek, aki még mínusz 5 fokba is pulcsiba vagy pólóba ment. Mert ők nem fáznak, nincs is olyan hideg. Aztán meg 2 hétig otthon voltak utána. Tüdőgyulladással. De ugyanez van nyáron is amúgy. Hogy mit tudom én, te szenvedsz rövid ujjába meg rövid gatyába, azt a másik meg pulcsiba meg hosszú gatyába ül. Meg kell a stílus. Számít a stílus.
Az a FIFA. Hát a FIFA meg egy büdös szar játék. Miért csinálná ezt? Miért csinálná ezt valaki? Ja, Istenem. Na jó van, srácok, ennyi lett volna ez a videó. Jó, fura volt most egy ilyen videót csinálni, mert már tényleg rég volt, ami nem horror. De jó volt egyébként, jó volt. Igaz, annyira viccesek ezek nem voltak, pedig azt hittem viccesebbek lesznek, ha már ennyi megtekintés volt ezen a videóm, ami 14 millió, vagy mi. De mindenkinek más a humora, lehet, hogy közületek valaki az összes videón nevetett. Én nem. Nekem más a humorom sajnos, volt néhány vicces, de ezt kibírtam. Ha szeretnétek még ilyen videót, amúgy akkor jelezzétek egy lájkkal és iratkozzatok fel, de a megtekintések számában úgyis látni fogom, hogy van-e igény még ilyenre, vagy nem. Aztán majd eldől, hogy lesz-e még ilyen videó. Na de köszi szépen, hogy itt voltatok, következő videóban találkozunk, addig is jók lehetek. Szevasztok!